6-szor magasabb a minimálbér Luxemburgban, mint Romániában. Az Európai Unió statisztikai hivatala által készített felmérésből kiderül, hogy a legmagasabb 1502 eurós minimálbért a luxemburgiak kapják. Romániában 218 euró, Bulgáriában 184 euró, Magyarországon kicsivel több mint 333 euró. Március 1-től büntetik azokat a kereskedelmi egységeket, amelyek nem adnak pénztárblokkot. A kormányrendelet értelmében 10 000 és 15 000 lej közötti bírságot kaphatnak azok az üzletek, ahol a visszajáróval együtt nem adják a blokkot is. Emellett a vásárló fizetség nélkül távozhat az üzletből. Később indul a területalapú támogatások kiírása idén, a támogatás igénylésre vonatkozó kormányrendelet még nem jelent meg. A korábbi években március 1-től indult a program. Hargita megyében körülbelül 30 000 gazdát érint a késés. Átveszi a brassói fellegvárat a helyi önkormányzat. A polgármesteri hivatal és a Transzilvánia befektetési társaság tulajdonképpen cserében egyezett meg. A műemlék helyett a társaság több telket kap. A műveletet már csak a befektetők közgyűlésének kell jóváhagynia. A fellegvár felújításra szorul, ugyanis az elmúlt években jelentősen romlott az állapota. Hasznos adományt kapott a Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola. Az egyik üzletláncnak köszönhetően 30 új számítógép érkezett az oktatási intézménybe. Elsőtől 8. osztályig az iskolában jelenleg több mint 500 diák tanul. Bárki támogathatja a Mártonáron püspök és népe életét bemutató filmet, jelentette be a Mustármag közösség. A szervezők 5, 10 és 50 lejes adományozó filmkocka jegyeket bocsátottak ki, amelyek kiváltásával hozzájárulhatunk a film létrejöttéhez. A tervek szerint idén ősszel kezdik a forgatást.